Több, jobb és sűrűbb lesz október 14-től a miskolci tömegközlekedés, ha a csütörtöki közgyűlés elfogadja a menetrendfejlesztési javaslatot. A tervezetet az önkormányzat közlekedés szervező osztálya dolgozta ki, a jelenlegi rendszer átalakítását a megnövekedett utaslétszám és az egyre magasabb szolgáltatási szint iránti törekvés indokolja. Szerdán délelőtt autók közlekedtek a hideg soron. Hamarosan azonban az MBK autóbuszai is járnak majd ezen az úton. A tervek szerint a 29-es vonal meghosszabbított útvonalon, az avasi kilátótól a hideg soron és a Győri kapun keresztül az újgyőri főtérig körjáratként közlekedne fordított irányban 39-es jelzéssel. Egy új menetrend és jelentős módosítások lesznek eszközölve az MVK ZRT hálózatán. Badány Lajos alpolgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy amennyiben csütörtökön a közgyűlésen támogató döntés születik, akkor október 14-től változások lesznek a közösségi közlekedésben. A polgármesteri hivatalon belül létrehozott közlekedésszervező osztály egy olyan koncepciót tett le elénk, amely a miskolci utazóközönség számára egy gyorsabb, jobb és sűrűbb tömegközlekedést fog biztosítani. Ennek a finanszírozási hátterét az önkormányzat biztosítja, elég komoly megterhelés jelent, különösen majd a jövő évi költségvetés számára, abban az esetben, hogyha ezzel a menetrenddel megyünk tovább, de a miskolci városvezetés kiemelten kezeli a közösségi közlekedés színvonalának javítását, és mindent meg is tesz ennek érdekében. A változások között szerepel például, hogy munkanapokon reggel és délután, valamint a délutáni csúcsidőszak végén is sűrítő villamos járatok indulnának. Munkanapokon újra közlekedne a 12-es autóbusz, valamint az egykori 2-es busz is új 20-ás jelzéssel. Változatlan formában visszatérnének a korábbi 30-as járatok. A 21-es buszok meghosszabbított útvonalon Berekaljáig járnának sűrűbben, és a 101-es járatokkal összehangoltan egész nap fél óránként. Több járat közlekedne az Avasról, Perecesről, Szirmáról, Bodótetőről és a Bábonyi-Bércről is. Alapvetően a csúcsidőn kívüli sűrítésekről beszélünk, ahol 60-ról 30 percre sűrűsödik a lehetőség szerint a legtöbb helyen a járatkövetés. Ezen kívül sűrítések fognak bekövetkezni az Avas tekintetében, bekapcsoljuk a hidegsort is a közlekedésbe, illetve átszállásmentes körjáratok kerülnek bevezetésbe a városi közlekedésben. A sajtótájékoztatón elhangzott, a változások kezdetben okozhatnak majd bizonytalanságot, de az önkormányzat, az MBK ZRT és a területi képviselők is mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy segítsenek a lakosságnak eligazodni. A javaslatkészítők arra számítanak, hogy a város nagy részén a sűrűbb menetrendi kínálatnak köszönhetően jelentősen javulni fog a közösségi közlekedés, csökkennek az átszállások és gyorsabb utazási időt eredményeznek majd. Ha a csütörtöki közgyűlés elfogadja a javaslatot, már a jövő héten elkezdődik a lakosság tájékoztatása.